Sziasztok! A mai videóban hárman leszünk. Timi, én és a kis barátom, aki ide nőtt még ugye két hete a szem szélére. Sajnos nem múlt el, de hát lassacskán csak meggyógyulok. Szóval a mai videóban Timi sötét szőke hajába teszünk balayage melírokat. Nagyon jó ez a módszer, mert nagyon sokféle eredményt lehet létrehozni, lehet vagányabbat, erősebbet, lightosabbat, és nagyon szép természetes hatásokat tudunk elérni ezzel a szabadkézi melír technikával. A Timi haján most egy kicsit erős szőke tincseket fogunk eredményezni. Vágjunk bele! Azt láthatjátok, hogy Timinek nagyon szép, egészséges haja van. Az ilyen hajakban nagyon szívesen teszek bármiféle melírfajtát, mert egyrészt megtöri az egyszínűségét, másrészt meg nem félek tőle, hogy komolyabb károkat szenvednem a további vegyszerezéstől, mert annyira szép állapotban van a haja, annyira jól karban van tartva és helyesen ápolja Timi, hogy igazából bármilyen technikát bevethetünk, és nem fogunk károkat okozni benne. Szerencsére nagyon jó alapanyagot kaptam a mai napon. Kikeverem a szőkítőt Timi hajára. Úgy fogom csinálni, hogy határozottan látszanak benne a szőke tincsek, amiket készítek, de mégis legyen egy nagyon szép természetes hatása az egésznek. Azért használom most ezt a nylon leplet, mert olyan vegyszerrel fogok dolgozni, ami a ruhára nézve, hogyha egy kicsit is rámegy, nagyon ártalmas. Úgyhogy minden óvintézkedést megteszünk, hogy nehogy kárt okozzunk. Timi haján úgy csinálom ezt a balayást, hogy minél szebb és természetesebb hatást kapjunk, hogy minden melírozott tincs között kihagyok egy ilyen kis, nagyon vékony passzét, hogy a végében és a hosszában is jelentkezzen az alapszín. Nagyon szeretem ennek a technikának a szabálytalanságát, ha lehet így mondani. Azt a fajta szabadságot, amit tényleg csak az adhat meg, hogy teljesen szabad kézzel dolgozunk. Semmilyen plusz eszköz vagy segédlet nincs benne. És nagyon szépen személyre lehet szabni mindenféle színvariációt. Illetve nagyon jó technika olyan szempontból is, hogy ha szeretnénk, tényleg akkor csak ilyen napszívta hatást érünk el, ha viszont bátrabb a vendég, aki a kezünk alatt ül, akkor egészen extrém színkombinációkat és extrém hatásokat is el lehet érni vele. Attól függően, hogy milyen az alaphajszín, amiben egy ilyen melírt belerakunk, használhatunk hozzá szőkítőport, hajfestéket, annyi a kérdés, hogy mit szeretnénk elérni. Ezeket a nagyon vékony tincseket azért hagyom ki, hogy amikor majd Timi otthon elkészíti a frizuráját, illetve amikor én elkészítem a frizuráját, akkor ne azt lássuk egyértelműen, hogy tök szőke a vége és nagyon nagy a kontraszt, hanem inkább egy ilyen nagyon kellemes, tényleg melíros összhatása legyen. Azért nagyon szimpatikus a balayage legtöbb esetben,
mert ugye nem mindenki szeretne folyamatosan melíroztatni, egyrészt költséghatékonyság, másrészt időtakarékosság szempontjából sem, és ha egy beleje szépen meg van csinálva, akkor az jó néhány hónapig mutat a hajban, és nem kell újra és újra megcsinálni, ráér csak akkor, amikor a vendég úgy érzi, hogy na most ő már felfrissíteni egy kicsit ezt a színt benne, vagy már annyira lenőtt, hogy úgymond nem ad hozzá a frizurához összhatásában. Körülbelül 20 perc alatt el is készültem Timi balayage melírjával. Az látszik, hogy ugye kihagytam köztes ilyen natúr alapszínű hajrészeket, ezáltal lesz igazán gyönyörű és természetes ez a melír. Most beülünk a klímazomba, ott ücsörgünk egy 20-25 percet, attól függően, hogy az anyag hogy dolgozik Timi haján, és utána megszínezzük a kívánt árnyalatúra a tincseket. Látszik Timi haján már most is, hogy milyen szépen egyenletesen oszlanak el benne a szőke tincsek. Ezeket a tincseket most meg fogjuk színezni, hogy minél természetesebb szőke hatásuk legyen. A szőkítés során a sárga pigmentek egy kicsit erősen jöttek elő Timi hajából, úgyhogy egy picit ilyen lilás színt keverek ki színezőnek. Ezzel fogjuk tudni nagyon jól tompítani a sárgulást és tartósan szépé tenni a tincseit. Most szépen egyenletesen eloszlatom Timi haján ezt a színezőt. Körülbelül egy ilyen 4-5 percet lesz rajta. Elértük a kívánt színt, úgyhogy most lemosom Timi haját, megmosom egyszer, aztán jöhet a balzsam, és már vágunk is. Todos quieren baile, plus my sick, last style, baile,
szárításnak ezt a módját, hogy két kefét használunk, és benne hagyjuk a hajban az egyiket hűlni, ezt ne próbáljátok ki otthon. Semmiképp. Az a helyzet, hogy ennek nagy valószínűséggel az lesz a vége, hogy szaladtok egy fodrászhoz, hogy vágja ki a hajatokból. Jobb esetben fodrászhoz, és nem otthon próbáljátok meg kieszkábálni. Jellemzően, ha otthon ilyesmit csinál az ember, annak komoly károkozása vége a haja szempontjából. Elkészültem Timi vágásával és szárításával, már csak puhítok egy kicsit a hajából, mert neki rengeteg haja van, és ez teljesen kezelhetetlen, ha tömören van hagyva. Már most láthatjátok, hogy gyönyörű szép színei lettek, nagyon természetesnek hat, de mégis látszik, hogy történt vele valami. Elkészültünk Timi balayage-ával. Azt kérte, hogy legyen viszonylag természetes, de azért látszon, szerintem magáért beszél az eredmény, gyönyörű lett. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, találkozzunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!